Most úgy érzem magam, mint ami kisgyerek. Jön a télapú, hozza ajándékokat, izgulok. Na jó, tényleg így van, csak a télapú nincs össze. Karácsony, hamarosan itt van. Tartsatok velem. Szinte majdnem mindent, ami kell a ünnepekre. Vannak karácsonyi díszeink, vannak karácsonyi dekorációink, karácsonyi plédünk. Ezt például Bálint kapta a karácsonyi bulián, a egyik munkatársától. Már kim van a karácsonyfa a teraszunkon, és már csak az édesanyám hiányzik. Én karácsonykor fog eljönni hozzánk először, és most fog találkozni a szüleimmel is, Bálint, elnézést, most fog találkozni Bálint szüleivel is, az édesanyám, így 2 év után. Nagyon várom, hogy eljön hozzánk, hisz ez lesz az első karácsonya, hogy édesapám meghalt, és nincs köztünk. Aminek hülyén hangzik, hogy örülök neki, mert édesapám nem volt egy nagyon szerethető, nagyon szerető ember. Önmagán kívül senkit nem szeretett, épp ezért nem is szerettem a karácsonyt, nem is szerettem készülni rá, nem szerettem semmi olyanféle ünnepet, ami a szeretetbe együtt foglalható, mert ezt édesapám mindig elvette tőlem. Ezt minden évben. És most azt, hogy nincsen, most egy igazi olyan ünnep lehet, ami akár a filmekben van. Összeül a család, megvacsoráznak, békességben beszélgetnek, tévét néznek, örök klasszikus reszkeshetek betörők, vagy akármi. És ez számomra a legfontosabb, hogy most először idén tudunk egy olyan karácsonyi hangulatot készíteni, amire szerintem mindenki vágyik, egy olyan boldog és meghitt karácsony, amit mindenki megérdemel, legalább életében egyszer. Majd megyünk ki Bálint szüleihez is, ott is fogunk vacsorázni valamelyik nap, de ezt még nem tudni. Visszatérve a készülődéshez, már megvettük az ajándékokat is, megvettünk mindent, már csak tényleg azt hiányzik, hogy béke, szeretet, és meghitt hangulat legyen. Utazunk! December 12-e, holnap van péntek 13, december péntek 13, holnap megyünk Bécsbe 3 napra, 3 napra 2 éjszakára, és kint töltsük a hétvégét, amit már nagyon várok. Nemrégiben posztoltam erről egy hosszabb monológot, amit majd el is olvashattok, vagy már elolvastatok. Főként a karácsonyi vásár miatt megyünk ki Bécsbe. Én, Bálint és Gabriel, így megyünk mi 3-on. Holnap délután indulunk, mint ahogy azt mondtam, és vasárnap este felé jövünk haza. Most azt pontosan nem tudom, mikor fogunk hazajönni, de majd valamikor hazajövünk. Nagyon várom utazást. Körbenézünk a belvárosba, mint ahogy mondtam, a vásárba. Egy picit kikapcsolódunk, szórakozunk, elfelejtsük az itthoni gondokat. És Bécs után jöhet majd karácsony. És új út elővel fogunk nekivágni az új évnek, majd január 1-ével. Mit fogok főzni? A karácsonyi menü az roppant egyszerű lesz. Húsleves, rántott hal, sült oldalas és burgonyos saláta. De úgy, ahogy otthon mi szeretjük. Sok zöldséggel, uborkával, majd mutatok képeket. Viszont Bálint hiányolta töltött káposztát, ami magyar tradíció karácsonykor, ahol töltött káposztát kell enni. Gondolom ti is szeretitek. Én nem főzök töltött káposztát, ezt majd az anyósnál fogunk szerintem enni. Ezt a töltött káposztát majd le kell fixálnom az anyósan. Remélem majd fog otthon főzni, mert ha nem, akkor Bálintra ki fogok kapni. És majd, ha itt lesz az édesanyám, megkérem, hogy csináljon beiglét, kalácsot, vagy mindenféle finomságot, ami az ünnepekre jó. Tudom, hogy kicsikét személyiség az, hogy most eljön hozzánk vendégségbe, és ő fog nekünk sütni, de annál csak egy van. Mindenkinek kívánunk boldog, békés, karácsonyi ünnepeket. Sziasztok!